akkor ön Alsó-Szentmárton polgármestere, tegnap előállították a rendőrök, tudjuk. Ön gyanúsítottja ennek a szombatesti eseménynek? Gyanúsítottja, terrori vallomást nem tettem a rendőrségen. Terrori vallomást nem tettem. Már ügyvéd nélkül, magára vagy másra? Nem, másra se, se érnem se, ügyvéd nélkül nem. Magyarul nem szólalt nem tettem meg, vallomást, egyáltalán nem egyáltalán vallomást. Ügyvédem nélkül, semmi. Értem. De ön gyanúsítottja az esetnek? Hát gyanúsított vagyok most. Mert ugye azt lehetett hallani tegnap, ez az információ került ki, igen, hogy a Mali Zoltánt megverték, és hogy ön és barátai vagy családtagjai verték meg. Hát pontosan nem így van, hogy ő állítsa ezeket, mert ezeket ő kezdeményezte ezeket pontosan. Ezeket. De mit? Ezeket a szóváltást. Tehát volt szóváltás, az igaz? Volt. Volt szóváltás, volt. De nem önök kezdeményezték? Nem. Tehát azt mondja, hogy nem azért mentek oda, hogy megverjék, nem buszból. Mert ő onnantól kiabált kifelé nekünk, hogy milyen hülyeségeket kiabáltott innen. Miket kiabált? Hát, hogy ő az Atya Úristen itt a településen, az lesz, amit ő mond itt, de igazából nem. De ő nem itt polgármester, hanem másik. Egy másik településen polgármester. És itt most ön a polgármester. Igen, őnek is csak van itt egy üzlete. Bár gondolom, ön sem az Atya Úristen, viszont ön az, aki elvileg vagyok. Sok mindent meg hát tud mondani, és sok mindent elvileg én az embereknek a szolgája vagyok itt a településen. Elvileg én. Értem. Úgy tudom, hogy önök nagyon jóba voltak korábban még pár hetes sem voltak rossz viszonyban. A mozgóskocsi miatt vesztünk el, azon jött a vita itt. Többen azt mondták a falusiak, itt már egy ideje itt vagyunk Alsó-Szentmártonban, többekkel beszéltünk, és azt mondják, hogy ön végre kiállt az emberek mellett. Igen, pontosan. Mert hogy azért a falu egy része, az nem igaz, hogy mindenki, igen, de a falu egy része egy meghatározó része. Mert nem volt jóban nem volt jóban a Mali Zoltánnak. Igen. Ön viszont sokáig jobban volt, sőt azt lehetett hallani, hogy az ön polgármesteri kampányát annak idején segítette, úgymond szakértőként. Segített, de vissza is kérte ezt nekem. De most nem ő általa került én polgármesterek. Nem ezt mondtam, hanem azt, hogy ő segítette. Jó, mondhatja, amit akar, de nem ő által került én polgármester. Mert nekem volt egy nagy bázisom itt, mert én 90 óta vagyok itt a testületben, vagy 27. éve vagyok itt bent az önkormányzatnak. 24 évig voltam képviselő, és 3 éve vagyok már polgármester. Értem. De minden esetre nem volt rossz a viszony önök között. Nem. Azt nem. Is lehet barátinak. Jóba voltunk, jóba, csak erre a mozgó miatt összevesztünk. Értem, de ez egy pár hete történt, ugye? Hát 3 hónapja. 3 hónap, mert ő nem akar tartani rá igényt a mozgósárusra, de a falu lakosságot több mint a 3/4 igényt akarna tartani a mozgárusra, hogy továbbra is jöjjenek ide a településen, mivel ő drasztikusan viselkedik az embereket, kizavar az embereket. Fölpopozza az embereket, lealázza az embereket itt a kocsmában. Ön polgármesterként tette az ellenfeljelentést, és mert ezek szerint nagyon jól tudja, hogy mi történt. Igen, hát kezdeményeztünk mi ezt most március 7-én, onnantól indulva, ezeket most újból hónap vagy hétben meg fogjuk tárgyalni a falu lakossággal, mert lesz egy közmeghallgatás fél hétfő este. Igen, és ezt elő fogom adni, ők is elő fogják adni a Mali Zoltánnak az ügyét. Igen, és őről lesz értem, szó. Értem, de ugye arról beszélt, hogy Mali Zoltán az elmúlt években több helyi embert megvert, felpofozott. Igen, pontosan. Ezekben az ügyekben mi úgy tudjuk, hogy igazából komoly előrelépés, akár vádemelés, igen, eljárás, vagy akár csak rendőrségi eljárás nem nagyon volt. Hétfőn össze fogunk írni ezeket az embereket a közmeghallgatáson. Bocsánat, nem azt kérdeztem, hanem, hogy jön a polgármester, hogy jön a polgármester, és polgármesterként nem érezte úgy, hogyha ennyire tud ezekről az ügyekről. Nyilván nem most tudta meg, éreztem, hogy kellett volna feljelentést tennie. Éreztem, csak itt. De akkor még jobban volt. De itt a hatóság is a hibás, mert a hatóság mindig ön mellette áll a hatóság. Mert valamelyik államtitkár vagy ügyész elintézi neki az összes ügyét. Na jó, de ez nem jelenti azt, hogy feljelentést nem lehet tenni, ugye? Lehet feljelentést tenni, lehet, meg is fogom tenni jövő héten. De meg is fogom tenni. Nem, ez egy másik, de ezt meg is fogom. A kocsmában megtettem a feljelentést, mivel rossz árut hoz, meg sok minden ilyen apróságokat. Igen, azt mondják, hogy morzsalékos a vágható a kenyér, de ennél rosszabbakat is mondanak. Ezzel megtettem a lépést. Szalámi, igen, megtettem a fogyasztóvédelmisek, a környezetvédelmisekkel, megtettem a fellépést. Értem. Még egy dolgot mondtak, ami fontos lehet a szombatesti eseményeknek a megítélésében, illetve az, hogy mi vezethetett odáig, illetve hogy mi történt ott. Az pedig az, hogy van egy terasza, igen, annak a háznak, ahol egy Trafik, egy Tom Market nevezetű élelmiszerbolt, igen, és egy kocsma is működik, és mindegyik a Mali Zoltánhoz köthetően úgy, ami névleg nem az ővé, de hogy igazából az ővé. Hát és ott van egy terasz. Bérbe adja ezeket, bérbe adja a Tom Marketnek ide. De
ott van egy terasz, van egy terasz, ami gyakorlatilag közterületre épült, igen. Belenyúlik a korábbi autóbusz megállóba, és állítólag az is volt, hogy nem csak nem engedte be a trafikba az embereket, a kocsmába, a boltba néhány embert, akit valamiért gondolt, hogy ne menjen be, hanem arról is szó van, hogy nem engedi ott várakozni az autóbuszra. Nem, de ő azt nem tudja megtenni, hogy nem engedi várakozni az autóbuszra. Vagy legalábbis próbált ezt elérni. Mert azt a peront, ami ott van a buszmegálló, az tavaly az önkormányzat építette. Az önkormányzatnak a tulajdon a peron, a buszmegálló. Értem. De ez a peron, gyakorlatilag én ott nem látok peront, én ott egy kocsmának a teraszát látom. De mellette van a peron, mellette. Vele szemben van. Mellette, nem, mindjárt mellette, ott a terasz mellett van a peron. Értem. És ott áll ott elvileg... Persze. Viszont. A terasz az állítólag közterületre épült, igen, és igen. Nem volt hozzá joga, és általában van egy jogerős bontási engedély, hogy el kell bontani el ezt, kell bontani. Csak azt mondták, hogy eddig ön ezt annyira nem elégesen. Nem akartam, de mivel nem akartam, hogy drongáljam itt a falba ezt a terasz, mert szépen néz ki valóban, de most ezek után meg tudunk tenni, mert volt egy testületülés, a képviselők is fölkértek engemet, hogy bontsok le. Ez a napokban volt? Testületülés, körülbelül hónapja. Csak egy most hónapja. Várjuk a határozatra. És azt mondják, hogy ez is, tehát a mozgóbolt az egyik ok, amiatt nagyon összevesztett. Igen. Mali Zoltánnal, ami miatt úgymond ön számon kérte, hogy miért engedi be a mozgóboltot. A másik pedig, hogy amiatt megharagudott önre, az állítólag ez, hogy végül elhatározásra jutottak, hogy elbontják az ő teraszát, ugye? Hát nem csak a mozgóbolt miatt, tehát a viselkedése miatt, ami miatt kizavarják ők az embereket. Értem. Fölkapott az embereket. Konkrétan az az információ hangzott el, és ugye ön elvileg gyanúsítottja is ennek az eseménysornak, ami tegnap itt, igen, volt. Nyilván ártatlanság vélelme megilleti, még gyakorlatilag a rendőrségi nyomozás folyik, tehát még váremelési javaslat sincsen, még sok idő eltelhet, hát sok addig, idő, sok idő, de akkor ön ütött, vagy nem ütött? Nem ütöttem én, nem ütött. Ő elesett, saját magától elesett. Látunk róla a fotót, hogy hogy néz ki, azért egy szimpla elesésből nem lesz ilyen sérülés. Én ezt mondom, hogy ő elesett, mert elesett, valóban elesett. Oké, okay, azt nem mondtam, hogy nem esetett el, de állítólag jó páran verekedtek. Ne, ebben nem tudok nyilatkozni, még majd tehát tagadja azt a várat, amit a Mali Zoltántól még ott sem hallottam hallani a rendőrségen. Értem, megértettem. Köszönöm szépen.